Magyarország külképviseletei a külgazdasági és külügyminisztériumhoz tartoznak. Ezért a szabadkai főkonzulátus munkatársai igyekeznek feltérképezni azokat a lehetőségeket, amelyeket egy község önkormányzat tud nyújtani a magyarországi befektetőknek. Igyekszünk a kereslet és kínálat oldalt, Magyarország és vajdasági oldalt egy picit jobban egymáshoz közelíteni. Próbálunk információkat szerezni, várjunk minden érdeklődőt, aki vagy úgy gondolja, hogy keres magyarországi partnert. Január 1-én Magyarországon változott az útdíj fizetési rendszer. Megjelentek a megyei matricák. Ez a vajdaságiakat is érinti. A Horgos-Röszke határátkelőn keresztül Szegedre tartóknak is fizetniük kell az autópálya használatáért. A szabadkai főkonzulátus jelezte Budapest felé, hogy mekkora megterhelés jelent ez a vajdaságiaknak. A főkonzul egy másik megoldást is lát, mégpedig a régi röszkei határátkelő megnyitását. Ez a határátkelő hely már a régi ötös út olyan szakaszára nyílik közvetlenül, ami jelen tudomásom szerint nem fizetős, és valószínűleg nem is lesz fizetős. A főkonzul elmondta, a jelenlegi jó szerb-magyar politikai viszonyok mellett a régi határátkelő megnyitása napirenden van a tárgyalások során. Ennek az eseménynek a remélhető céldátuma az idei nyár.